Kedves testvéreinket, szeretettel köszöntjük. Most is folytatjuk a megkezdett szolgálatunkat. A kezdők alkalmáról kezdtünk beszélgetni. Hisszük, hogy az Úr most is készített nekünk fontos üzenetet, gondoljuk át, és fogadjuk imádkozó szívvel. Én is nagy szeretettel üdvözlök minden kedves testvért, mindenkit, akivel együtt olvasok most Isten igéjét. Kezdő hívő testvéreinknek, illetve most indult hívő testvéreinknek nagy örömmel beszélek arról, ami a hívő élet alapja, ahhoz, hogy ne inogjon meg. Ezt szoktuk mondani, hogy jó, ezek olyan alapok, mint amikor az ember egy biztos székre ráül, aminek négy lába van. Az egyik lába az imádság. Krisztusban lévő élet nincs imádság nélkül, ima közösség nélkül. A másik lába pedig az igei közösség, az egyéni közösségünk Isten igéjével, és a hallgatott, a hirdetett ige, a közösségben elhangzott ige, ami által Isten tud hozzánk szólni. Az imádság által mi beszélünk Istenhez, az ige olvasás során Isten szól hozzánk, és a harmadik ilyen lába közösség, akiket az Úr elhív, lelki családban hívja el. Az első tanítványok is közösségben éltek Jézussal és egymással. Volt egy szűkebb belső közösség, amiben 12-en voltak az Úr Jézussal, és volt egy tágabb közösség, amelyik pedig 70 tanítványból, később pedig a pünkösd eljövetelével a jeruzsálemi gyülekezet 3000 taggal kezdte. Csodálatos, ahogyan az evangélium számban is, lélekben is, és hely szerint is terjedt, hiszen eljutott Kis-Ázsiába, Európába, és a Föld minden részére, minden országába kell, hogy hirdettessék az evangélium. A közösségek, a lelki közösségekben élnek és növekednek a testvérek, és az újonnan megtért testvéreknek is feladat, hogy beépüljenek a közösségbe. Egy közösséghez kell tartozni, ahol az Úr elhívott, ahol a kölcsönös adásvevésben részt veszünk, mi is kapunk, és mi is adunk. Így nőnek fel a gyermekek is a családban, és lesznek erős férfiakká, asszonyokká, és tudják hordozni a terheket. A szék negyedik lába pedig a szolgálat. Jézus, amikor mielőtt a mennybe ment, a feltámadott Krisztus meghagyta, hogy hirdessétek az evangéliumot minden ember számára, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Isten országa úgy terjed, hogyha felnőnek a közösségben a szolgáló hívő emberek, és vállalják a teherviselést, a szolgálatot. Így hangzik Isten igéje, Mózes első könyve 9. rész első verse, azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Amikor elpusztult a föld az özönvíz által, utána, amikor a bárkában lévőket Isten kiengedte, hogy jöjjenek a földre, fölszáradt minden, egy új élet kezdődött, és ez az új élet, hogy a földön betöltessék a föld újra élőkkel, Noéra és az ő fiaira bízatott. Vagyis az életük egy szolgálat volt. Egy olyan szolgálat, ami által Isten meg tudta áldani nem csak Noét és a fiait, hanem mindazokat, akik ő utána jöttek, és őt szerették és keresték. Nagyon csodálatos dolog ez. A megtért, újjászületett hívő embert is megáldja az Úr azért, hogy az evangéliumot hirdesse.
Beszélgessünk egy kicsit, hogy mit is jelent a szolgálat. Annak az életnek van értelme, amelyik szolgál. Vannak, akik értelmetlenül élnek egyik napról a másikra, és vannak olyan emberek, akik a szolgálat szó értelmét rosszul értelmezik. A ma embere általában rosszul értelmezi, alá van rendelve az, aki szolgál, úgy gondolja, vagy ma a fiatalok között nagyon ismert szóhasználat, nem vagyok a csicskád, ne csicskázzál. Vagyis ugye a rabok a börtönbe szokták a gyengébbeket a szolgálatukba állítani, erről szó nincs. A szolgálat az egy méltóság, Istentől kapott emberi méltóság, attól lehet az ember ember, hogy szolgál. Soha nem felejtem el, a nagynéném, aki pszichológus volt, és idős korában sokszor elment érte egy testvér a gyülekezetből, aki az autóval hozta, és egy napon azt mondta nekem, tudod, ez a valaki, ez igazán ember. Mert hogy megérezte belőle a szeretetet, és azt a törődést, ami az Isten lelkének a csodálatos munkája bennünk. Szolgálat tenni, élni másokért, a számomra ezt jelenti. Ez a csodálatos szeretet közösség, amelyet munkálni kell. Magától soha nem áll elő, csak úgy. Ma ritka kincs a szeretet közösség, amelyben megvan a helyem, és amelyben minden embernek helye van. Vajon te tartozol-e egy szeretett közösséghez, ahol van szolgálatod, és ahol te is, és téged is szolgálnak? Szolgálat a családban. Most a hétvégén volt egy fiatal házasoknak való együttlét a gyülekezeten belül, és ott az egyik testvér azt mondta, amikor férhez mentem, a férjem azt mondta, mivel szolgálhatlak téged? Mondd meg, mert Isten azért rendelt mellét, hogy szolgáljalak. A férfiak számára lehet, hogy ez megalázó, de ők nagyon boldog családban élnek, 3 gyönyörű gyermekük van, és egymást szolgálják, azt keresik, hogy hogyan könnyíthetnék meg a másik életét. Hogyan lehetne az Istentől kapott fizikai erővel, az Istentől kapott lelkiséggel, és a fölülről kapott szeretettel megkönnyíteni a másik életét. Én úgy gondolom, hogy a szolgálat nem öncélú, és nem magunknak élünk, hanem másokért. Boldog vagyok akkor, ha a családomba szolgálhatok, és a családtagjaimat szolgálhatom. Én tudom, hogy az Úr erre hívott el a családban engem, és hogy nem csak én vagyok boldog, hanem akik velem együtt élnek, akik hozzám tartoznak. Nővéremnek meghalt autóval esetbe, elment a minden élő kutyán az Úrhoz, és itt maradt a 2 fia. A mai napig a családomhoz tartoznak, szeretett közelségben élünk, szolgálom őket, bármire is szükségük van, tudják, hogy ide feltétel nélkül jöhetnek, hogy itt megkaphatják mindazt, amire testileg, lelkileg, szellemileg szükségük van. Bár nem áltatom magam, hogy az édesanyukat tudom pótolni, de azt igen, hogy szolgálhatom őket, a legnagyobb örömmel és szeretettel teszem. Bár sokszor nem könnyű. A szolgálat az, amit a munkahelyemen is végzek, és úgy gondolom, hogy az a környezet, ahova Isten helyezett, mert hiszen minden munkahely ilyen, ahova az Úr megengedi, hogy ott dolgozhassam, és a napom nagy részét ugye mégiscsak a munkahelyemen töltöm, én úgy megyek mindig a munkahelyemre, hogy szolgálok.
szívesen megyek dolgozni, mert örülök, hogy együtt lehetek a munkatársaimmal, nagyon jó a kapcsolatom. Ez a szolgálatnak is köszönhető, hiszen én is, és ők is segítenek nekem mindenben, amire szükségem van. Nem mindent egyedül kell csinálnom. És az a csodálatos ebben, hogy a munkámat úgy végezhetem, hogy mások értékelik, megbecsülik, és hogy én is értékelhetem azt a szeretett munkaköri közösséget, amiben élhetek, hiszen teamben dolgozunk, csapatban dolgozunk, és nagyon fontos, hogy a csapat úgy érezze, hogy senki sem különb a másiknál, bár különböző a tennivaló, különböző szolgálatunk van, de egy érdekében tesszük, hogy akiket ránk bízott a munkahelyünkön az Úr, és amit ránk bízott, hogy az a legjobban legyen elvégezni. Örömet jelent a számomra a munka, örömet jelentenek a munkatársaim, bár nem mindig van ez zökkenőmentesen, de az alapállás, hogy szolgálunk. A szolgálat nagyon fontos, hiszen a mindennapi életünkben és a környezetünkben rengeteg ember van, akit szolgálhatunk. Vannak elesett emberek, vannak rászorulók, vannak szomszédok, akiknek vagy erre, vagy arra van szükségük, és sokszor nekem is. És milyen jó, ha olyan közösség vesz körül, ahol emberek segítik egymást. Ugye csodálatos dolog nem magára hagyni, nem elnézni, tudni, hogy egyedül van, hogy nagyon nehéz az élete, mert megöregedett, mert a magányt nem tudja elviselni, mert beteg, mert egyáltalán az életnek vannak nehézségei. Ha az ember úgy él, hogy szolgál, akkor mindig megtalálja a szolgálatot. Ha lehajolunk, akkor ott van az úton a szolgálat. Csak föl kell venni. Mindenkinek van Istentől kapott küldetése, és a küldetésnek van célja. Még egy dolog jutott eszembe, amit nagy örömmel és szívesen mondom kell nektek. A férjemmel a nyári szabadságot töltöttük, sokszor vagyunk a Balaton partján, szerettünk a víz mellett sétálni, és egy este beszélgettünk, és a beszélgetés közben oda rohant hozzánk egy fiatal lány zokogva. Tessék kölcsön adni a telefonját. Ellopták a telefonomat. Szeretnék telefonálni, de nem tudok, és nem is fogok tudni hazamenni. Semmim nincs. És férjemre ránéztem, férjem a zsebébe nyújt, odaadta a telefont, elrohanhatott vele a kislány, egy komoly telefonja van, azért, mert sok fele kell a telefont használni. Ez a kislány, aki 18 év körüli lehetett, telefonált a szeretteinek, megnyugodott, mondták, hogy érte jönnek, hol van. Nagyon megköszönt és visszaadta a telefont. Nem is gondoltunk arra, hogy milyen szükségbe leszünk mi másnak ugyanezzel kapcsolatban. Reggel kicsit elmentem gyalogolni, sietni, már olyan nagyon nem tudok futni, de azért szoktam reggelente néhány kilométert menni, és hazafele jövet, nem találtam a telefont, tudtam, hogy kiesett a szabadidő ruha zsebéből, és mondom, milyen felelőtlen vagyok. Aztán úgy imádkoztam, hogy Uram, segíts meg. Nagyon sajnáltam a telefonomat. Minden adat benne volt, és hát elképedve gondoltam arra, hogy mi is történhet, és egy pár óra múlva megszólalt a férjem telefonja, egy kolléganő hívta, hogy megtalálták a telefonomat, és a munkahelyi szám benne volt, és így megtudták, hogy enyém a telefon, és a kolléganő telefonált, hogy hova menjek, kihez menjek, hogy visszakapjam a telefont.
Milyen csodálatos, miközben ugyanabban a dologban másnak szolgáltunk, aközben Isten gondoskodott róla, hogy legyen, aki nekünk szolgáljon, és ez a becsületes megtaláló nagyon-nagyon kedves valaki volt, és örömmel adta vissza, és neki is örömet jelentett, hogy az igazi gazdáját megtalálta. Az Úrnak szolgálni egy csodálatos dolog. Tehát mindenkinek van Istentől kapott küldetése, és a küldetésének van célja. A keresztény ember küldetése a szolgálat, és ehhez szeretném felolvasni a Márk evangélium a 10. rész, 42. versétől néhány verset, Jézus ezt mondta. Magához szólítván a tanítványokat mondanékik, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelemnek tartanak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok, és aki első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus küldetése ezen a földön szolgálat volt az egész élete, a fizikai élete, a lelki élete és a szellemisége. És ez egy csodálatos dolog volt. Jézus a legkisebb gyermeknek is szolgált, megáldotta, ölébe vette őket. Jézus a vakon születettnek is szolgált, a leprásoknak is, a tanítványoknak, az írástudóknak, a farizeusoknak, a római századosnak, és még sok mindenkinek másnak, Jairusnak. Fel lehetne sorolni mindazokat, amiket Jézus tett. A szolgálatról, hogyha beszélünk, akkor ugye beszélünk egyéni szolgálatról, ezen belül az egyéni szolgálatról, van a fizikai szolgálatról, és beszélünk egyéni lelki szolgálatról, és anyagi szolgálatról is. Hogy ez mit jelent? Az, hogy minden embernek van egyéni felkenetése és megbízása. A szeretett szolgálat, az körülvesz bennünket, már az előbb is beszéltem róla. Ez egy csodálatos dolog. Van olyan szeretett szolgálat, amit nekem kell megtenni, és van olyan szeretett szolgálat, amit a közösségünk végez, és én, mint egyén, részese vagyok a közösségi szolgálatnak. Egy ilyen egyéni szolgálatom volt egy nagyon jó kis autóm, és mentem hazafele, és megpillantottam, olyan alkonyattáj volt, hogy az utcán fekszik egy ember. De hát én a másik sávba mentem, és úgy tovább haladtam, már a piros lámpán is átjutottam, amikor éreztem, hogy hát hiszen az Úr készített egy szolgálatot, én nekem föl kell azt az embert emelni a járdáról. Aztán úgy gondolkoztam, hogy de hát hányan elmennek. És aztán megfordultam, odaálltam a járdára, bár nem lehetett ott megállni, és előre mentem a járdán fekvő emberhöz. Hát teljesen részeg volt. Nagyon nehéz volt őt fölsegítenem egyedül, senki nem jött oda. Aztán a kerítésbe kapaszkodva oda tettem a kezét, és másik oldalról teljes erőmmel segítettem. Aztán a vállamra rakattam a kezét, és átfogtam a derekát, és akkor kérdeztem, hogy hol lakik, mutatta, nem messze egy házba, hát eljutottunk a kapuig, a bejáratig, és mondta, hogy ó, hát itt már jönnek, értem, fel tudok menni. És csak annyit mondott részegen is, hogy Isten áldja meg. Valóban éreztem az Úr áldását. Láttam azt a nyomorult embert,
akinek segítségre volt szüksége, aztán hívtam, hogyha tud, akkor jöjjön el a mindenki templomába. Ez egy olyan dolog, amit Isten készít meg, és elmehetünk. A mai íge, amit ma olvastunk Noéról, hogy Noé bort ivott, és meztelenre vetkőzött, mámorba került, és az egyik fia pedig meglátta a meztelenségét, és azonnal hírül adta mindenkinek, a másik két testvérének. És a másik két testvér pedig vállára vette az apja ruháit, háttal ment be, és úgy takargatták be, és nem beszélték ki, és nem látták meg a mezítelenségét. Nagyon sokszor azért nem végezzük el az egyéni szolgálatunkat, mert a mások mezítelenségéről egyszerűbb pletykálni, jót nevetni, viccelődni, mint lehajolni és segíteni. Arról is beszélgethetnénk, hogy a lelki szolgálaton kívül, ami az egyéni bizonyságtétel, az egyéni örömüzenet, hogy tudom azt, hogy felelős vagyok, hogy halljon az Úr Jézus Krisztusról, a megváltóról, hogy kikerüljön a kárhozatból, hogy üdvösségre jusson. Minden nap szükséges, hogy bizonyságot tegyünk. Szüksége van az elfezetteknek, de szüksége van a mi lelkünknek is, hiszen amikor másokat felüdítünk a bizonyságtétellel, magunk is felüdülünk. És az egyéni szolgálathoz hozzátartozik az anyagi szolgálat. Jézust asszonyok vették körül, akiknek volt vagyonuk, és ezt olvassuk az igébe, hogy vagyonukkal szolgáltak az Úrnak. A gazdagság kötelez. Egy lelkipásztor arra tanított engem, hogy azt nem lehet, hogy a hívő ember annyira összeszorítja a kezét, hogy nem tudja szétvenni akkor, amikor a másik ember szükségbe van. És akkor még beszélgetünk a közösségünk szolgálatáról, amit így nevezünk, hogy a közösségi szolgálat. Ez is fizikai szolgálatból áll, és lelki szolgálatból áll. A fizikai szolgálat a szeretet szolgálat. Erről már az egyéni szolgálatnál is beszéltünk. A közösségben szükséges, hogy legyen szeretett szolgálat, hiszen ahol emberek vannak, ott szükség is van. Az első keresztények mindenüket megosztották, és nem volt közöttük szükségben lévő, mert hogy a szükségletek szerint segítettek egymásnak. Voltak betegek, akikért könyörögtek és imádkoztak, de voltak betegek, akiket ápoltak. Pál apostol maga is írja, hogy Trofimuszt otthagytam betegen Milétumba. Azt olvassuk, hogy Timóteusnak pedig ajánlja, hogy mit tegyen a gyakori gyomorfájására. Tehát voltak betegek és elesettek, akikkel törődtek és segítették a gyógyulásban őket. Az árvák és özvegyek szolgálata hozzátartozott a szeretett szolgálathoz, és nagyon sok minden más. Meg lehet találni a helyünket a közösségi szeretett szolgálatba, és nagyon szomorú az, amikor csak egy-két testvér viszi a szolgálatot, mert nekik szívügyük, a többiek nem érnek rá. Soha nem felejtem el, amikor sok évtizeddel ezelőtt kezdtük a tejaházi szolgálatot, ahol szökött állami gondozott fiatalokkal is foglalkoztunk, elhagyott emberekkel. Akkor odajött egy presbiter hozzám, és azt mondta, Ági, kérem, nekem ez nem szolgálatom. Mondtam, akkor ne gyere, testvér. De az Úr nagyon nagy áldást adott azon a tejaházi szolgálatokon. 2 év alatt több mint 8000 ember fordult meg a tejaházba, és nagyon sok áldást adott az Úr.
magunkat zárjuk ki, ha nem vállaljuk a teherhordozást a szeretett szolgálatba, a közösségünkbe. És van a lelki szolgálat a közösségbe, ez pedig az evangélium hirdetése, az ige hirdetés, az imaórák, azok a lelki szolgálatok, amivel egymást építjük, erősítjük, az egymás lelki állapotával való törődés, a meggyengültekkel, azokkal is foglalkozunk, akik megfáradtak. Vajon testvérem, neked van-e lelki szolgálatod? Részt veszel-e a szeretett szolgálatba? A szolgálatokban különbség van, de ugyanaz az Úr hívott el bennünket, és ugyanaz a Szentlélek az, aki betölt. A szolgálat, szolgálni az Úrnak örömmel teljes, és akkor vagy örömteli hívő ember, hogyha a szolgálatban, a helyeden vagy. Megkérdezhetem, testvérem, hogy van szolgálatod? Megkérdezhetem, hogy mi a szolgálatod, és hol a helyed a szolgálatba? Az Úr örömmel ruház fel mennyei erővel és hatalommal, hogy szolgálj az Úrnak. Ha imádkozol a Szentlélek közösségéért, akkor az Úr kipótolja a hited hiányosságait. Soha nem arra kell nézni, hogy mire nem vagy alkalmas, hanem arra, hogyha az Úr a szolgálatba állít, akkor megadja hozzá a Szentlélek által való erőt is, örömet is, mondani valót is, és a testvéri közösséget, a kedvességet, a szeretetet. Ma a ma emberének a szolgálatához hozzátartozik, telefonálhatsz a testvéreknek, hogy régen láttad, a szeretteidnek naponta, hogy mi van velük, vagy csak annyit a feleségednek, hogy még mindig nagyon szeretlek. Eszközöket adott az Úr a ma emberének a kezébe. Küldhetsz e-mailt, a napi ígét, egy mondatos üzenettel. Sok ember vigasztalást talál benne, és megtalálhatja az Urat. Rengeteg lehetőség van a ma embere kezébe a Krisztusnak való szolgálatra és a róla való bizonyságtételre.